Az év első napjait napsütésben gazdag idő jellemzi. Az emberek örülnek, a természet azonban megzavarodott. A fákon ugyanis elindult a rügyfakadás. Vegetáció tart, tehát még a régi leveleiket nem dobálta le, és ez még mind azt jelenti, hogy a fánk még egy valamiféleképpen él. A gazdák tehetetlenek, csak abban reménykednek, hogy minél hamarabb beköszönt az igazi tél. Ellenkező esetben a növények azt hiszik, hogy újra itt a tavasz, és megkezdik a virágzást. Ha látunk egy fán rügyeket, ugye egy almatermesztő az mindig tudja, hogy milyen volt a tavalyi év, és mennyi termést akar, tehát azt mind meccésre fogjuk elő állítani, hogy most valójában milyen nagyságot, mennyi almát engedünk meg egy fának, hogy neveljen. A szakemberek szerint az enyhe idő önmagában nem okoz komolyabb kárt. Ha azonban fagy követi, jelentősen sérülhet a termés. A gazdák egyelőre kivárnak.